Türkezóna Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast a mikrofonnál reső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a Batávia hajótörésről fogunk beszélni, megint csak egy sorozat veszi kezdetét, két részes, ez lesz most az első része természetesen, és ez egy olyan sztori, amivel én is csak úgy találkoztam, hogy rányomtam egy Telex cikkre, ami életem egyik legkelemesebb olvasmánya volt, Ő és a Stöckert Gábor, akit a Checkpoint Podcastből ismerhettek, mint Stöki, mellesleg egyébként a Szóvice királya, de ő írt egy rendkívül érdekes és érdekfeszítő cikket a Telexre, melynek címe Hajótörésből Horror a Batávia Dermesztő története. Ezt elhelyezzük a show illetőleg jelezzük, hogy nagyjából ö, nagyon átfogóan ebből merítkeztünk első rendüleg, de ahhoz, hogy feldolgozzuk ezt a témát, rengeteg egyéb forrásnak is utána néztünk, és hogy szeretnénk egy nagyon átfogó képet adni nektek egy történelmi eseményről, mely egyébként hátborzongató. Az első kérdésem, ami nekem fölmerült, amikor ezzel találkoztam, hogy hogy, hogy nem készült még belőle sorozat, mert hogy annyira fordulatos, annyira érdekes, annyira sok mutatja be az emberi működésnek, az emberi természetnek, ismertek a karakterek, azoknak van jellemvonása, van van, 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 személyisége, és hát testvérek között is egy 3 400 évvel ezelőtti sztoriról beszélünk, amikor még teljesen másképp nézett ki a világ, de ez az eset megmutatta, hogy az ember lelke mélyén ott szúnyad egy nagyon-nagyon ijesztő és nagyon-nagyon veszélyes ösztön, amit történetesen ez a hajótörés ki is hozott néhány emberből. Mielőtt azonban belevágnánk, megkérdeznek Daniel, hogy mit gondolsz erről a témáról? Ezeket a 1600-as, 1700-as éveket én mindig is egy ilyen különös korszaknak tartottam, mert ugye, hogyha ha nézzük, hogy tényszerűen, hogy lett felosztva a mi kis történelmünk, akkor, akkor ezen a ponton nagyjából már majdnem 200 éve magunk mögött hagytuk a sötét középkort, ami azért valljuk be egy eléggé kihívásokkal teli időszak volt, és hát tényleg elég sok ember a létminimumot is alig tudta elérni. Viszont hát jött ugye ez, a, amit ha jól emlékszem, akkor úgy neveznek, hogy korai újkor, ez úgy körülbelül a 1450-es évektől, ahol hát nyilván volt egy kis technológiai fejlődés, a civilizációnk is fejlődött, ugye jöttek a, a nagyvárosok, az ilyen-olyan találmányok, meg, meg ilyesmi, meg hát tényleg elkezdtük úgy komolyan felfedezni a világot, de, de nekem mindig is volt egy olyan érzésem, mint hogyha még ebbe a a korai újkorba is így így elég rendesen ö, át, átnyúlna a sötét középkor, és még tényleg, hogyha 200 évek későbbet is érünk így 1600-as évek környékén, hogy ugyanúgy azért ö, egy, egy elég brutális korról beszélünk, amit valahol szerintem a filmek és sorozatok azért elég rendesen túlromantizáltak, hisz ugye a gondoljunk csak a gyönyörű bálokra, meg ruhákra, meg, meg, smink, meg mi egyéb, de azért ettől függetlenül euh, én, én, ahogy nézegettem ezeket az ilyen történelmi feljegyzéseket, hát ugye azt tudhatjuk, hogy azért még a, a nemes, meg, meg arisztokraták is azért elég mocskosan éltek, és hát tényleg az ilyen tetvektől kezdve minden, minden betegségen át magukba hordoztak mindenféle szépséget és jóságot és hát emellett, hogy a szárazföldön is azért ilyen körülmények kuralkodtak, valóban azért elég nagy hangsúlyt kapott ugye a, a tengeren való utazás, és itt még csak nem is arról beszélünk, hogy egy nap alatt megteszünk valami kis hajó, hajóutat, hanem azért itt elég durván hetekig vagy hónapokig lehet ezeken a hajókon bezárva ott megpróbálni átvészelni ezt az utat, és és hát igen, azért elég sok mindenre szerintem vagy hát elég sok mindent felfedezett akkor úgy az ember, és, és, és megtapasztaltak dolgokat így, így azokkal kapcsolatban, hogy hát mit képes kibírni, vagy nem kibírni az emberi szervezet, és és hát egyébként meg nem erre lett kitalálva az emberi test, meg szerintem az emberi elme sem, hogy tényleg egy ilyen, még akár mekkora hatalmas hajót is oda képzelünk magunk elé, hogy azért így bezárva egy ilyen 17. századi körülmények között, ahol, ahol hát az élelmiszer, meg a higiénia, meg a minden azért úgy elég sajátosan volt kezelve. Úgyhogy igen, egy ilyen világba csöppenünk bele, Uh, ahol ez a tragikus eset történt, amit igazából én sem nagyon ismertem ezelőtt, vagy lehet, hogy talán ilyen egy-egy feljegyzésből hallhattam már valamit belőle, de, de nem, így konkrétan nem emlékszek rá, hogy ennek a Batáviának az esetéről hallottam volna. Úgyhogy uh, igen, hát én is kíváncsian várom, hogy, hogy kibontsuk ezt az egész történetet, és hogy pontosan mik is történtek. A tárgyalt eseménynek az előzménye a következőképpen néz ki. A 16. században Hollandia kisebb államok gyűjtőhelye volt, melyek felett az akkori spanyol király, a második Fülöp uralkodott. Az abszolútista, tehát a különböző államok autonómiáját el nem ismerő hozzáállása miatt, illetve a protestánsok üldözése miatt a hollandok csak hamar fellázadtak ellene. Ebből lett a 80 éves háború, mely egyébként átível ezen az konkrét eseten. A spanyol király válaszul, azután, hogy megszerezte Portugáliát is, eltiltotta a holland hajókat a portugál kikötőktől, elzárva ezáltal a hollandokat a távol keletre vezető tengeri útvonalaktól. Ennek köszönhetően a holland tengerészek kénytelenek voltak újabb megoldást kieszelni. Így találtak rá egy sokkal gyorsabb megoldásra. Nem a partok mentén jutnak el a jó fokáig, hanem az Atlanti óceán szívében befogják az üvöltő 40-eseket, mely a gyűjtőneve a déli féltekén uralkodó erős nyugati szeleknek. És amikor ezt a szelet befogják, akkor lényegében ilyen jó nagy ívet vetve a, a, az Atlanti óceánon, de egészen szinte Dél-Amerika partjaig el, elevezve, vagy hát el sodródva, elvitorlázva, de, de aztán onnan veszik be a kanyart, és lényegében így jutnak el Kelet-Indiába, ami ugye nem, nem, úgy kell érteni, hogy india, indiai államának keleti része, hanem akkor az india, Indiát konkrétan, bocsánat, akkor Ázsiát, az ázsiai kontinens, meg ugye ezt a civilizációs régiót, hogy úgy mondjam, ezt Indiának titulálták, és a Kelet-India az inkább a mai Dél-Kelet-Ázsia és Óceánia környéke. Azonban az Európa és Ázsia közti tengeri navigálás során viszont nagyon észnél kellett lenni, hiszen egy óceáni viharövön kellett átverekedniük magukat. Egy minimális számítás és teljesen másholjuk adtak volna ki. Például, ha nem az óceán megfelelő pontján fordultak észak felé, akkor nagyon könnyen kerülhettek ki Ausztrália környékén, vagy akár a koralzátonyoknak köszönhetően hajótörést is szenvedhettek a tengerészek. Ennek az innovációnak köszönhetően a 17. és a 18. században a kelet-indiai társaság uralta végül az Európa és Ázsia közti fűszerkereskedelmet. Korának legsikeresebb üzleti vállalkozása volt egyben az első nyilvánosan működő részvénytársaság. A fűszerkereskedelem fölött szerzett monopól helyzetének köszönhetően akkora profitra tett szert, hogy még mai szemmel is lefölözné akár a korunk techvállalatait. Létrejöttét ugyanis az indukálta, hogy a különböző tengeri szállítmányozással foglalkozó gazdasági szereplők közti verseny annyira felfokozódott, hogy az már hátrányosan befolyásolta az iparágat. A viaskodás lényegében árfelhajtó tényezőnek bizonyult, ez hívta életre a kelet-indiai társaságot, ami idővel már a spanyol vagy portugál hajók megtámadására is állami megbízásokat teljesített. Később már kvázi államként működött, kolóniákat létesített, nemzetközi megállapodásokat kötött, hová tovább bebörtönzött embereket, sőt kivégezte az elítélteket, akár háborút is üzenhetett. A korabeli értelembe vett munkaerőpiacon is akkora súlya volt, hogy elérte, hogy ázsiai lakosok tömege dolgozzon neki ingyen, ezzel tulajdonképpen rabszolgaságba taszítva őket. Hát igen, például ugye ez egy érdekes sajátossága ennek a kornak, hogy ahogy kezdtek kibontakozni ezek a hajós társaságok, ugye hát már korábban elindult a világ felfedezése, és hát valljuk be őszintén meghódítása, és hát tényleg ugye az angolok, a hollandok, a spanyolok, hát Conquistador, meg ugye az egyéb történeteket gondoljuk csak el, hogy, hogy tényleg így Amerikától kezdve mindent meghódítottak ebben a egy 200 évben. És hát nem voltak restek azonnal, ugye, kitűzni saját kis zászlajukat, hogy akkor innentől kezdve hozzánk tartoztak. És tényleg gyakorlatilag így, így meghódította néhány ország az egész világot, sajátjuknak tituláltak egy-egy országot. És, és hát ugye ez a fűszer, meg egyéb teák, meg hasonló versenyek kora volt ez, ami ami hát egy érdekes, érdekes dolog, hogy gyakorlatilag mennyire drágák voltak ezek a alapanyagok, vagy, vagy ételek, italok, és hogy, és hogy mekkora értéket képviseltek, hogyha valaki egy olyan akár hajós társasággal, vagy, vagy vállalattal rendelkezett, aki ezekkel foglalkozott. Egyébként Ugye ez az East India Company, csak így érdekességképpen, ugye például a Karib-tenger kalózai, meg a tabusorozatban is, is, előjönnek. És hát érdekes, hogy, hogy tényleg akkora hírneve volt, hogy, hogy én úgy emlékszek, hogy bárhol is megemlítettek volna valamilyen hajótársaságot, akkor mindig a, a, az East, East, India Company, vagy Kelet-Indiai Társaság volt így megnevezve, hisz, his az egyik legnagyobb hatalommal, meg, meg flottával, meg minden rendelkező társaságról beszélünk. A kelet-indiai társaságot a 17 úri ember nevű testület vezette, amit többnyire a holland kikötővárosok nemesei alkottak. Ők döntöttek mindenről. Milyen hajó épüljön, mi legyen az útvonal, mit szállítson, illetve a hajók parancsnokait is ők jelölték ki. A hajók parancsnokát úgy hívták akkoriban, hogy Oberkopman, az azaz főkereskedő, ő tartozott felelősséggel a szállítmányért. Kijelöltek ezzel egyidejűleg egy Kopman-t is, azaz kvázi alkereskedőt, vagy inkább eladó volt a megfelelője ennek a kifejezésnek, aki a rakomány eladásáért és vételéért volt felelős, illetve kijelöltek egy kapitányt is, ez volt hollandul a skipper, aki a navigálást illetően dönthetett, de nem ő, hanem a főkereskedő volt a küldetés vezetője. Még a kapitány is alá volt neki rendelve. Mm. 1619-ben a kelet-indiai társaság elfoglalta a mai Indonézia fővárosát, Jakartát, és egyszerűen átkeresztelte Batáviára. A holland területeken korábban élt ókori törzs a Batávok után, akik a nevüket végsősoron a rómaiaktól kapták. Ezeket a kelet-indiai érdekeltségeket egy úgynevezett főkormányzó irányította. A székhelye Batáviában volt, ő volt felelős azért, hogy az interkontinentális kereskedelem zöggenőmentesen menjen. Egyik legajasabb viselője ennek a tisztségnek Jan Peters Kuhn volt, akit az angolok ellen elkövetett visszaéléseiért először menesztettek, de mivel az aljas módszerei ellenére hatékonyan teljesítette a feladatait, visszahelyezték a pozícióba. Ekkor tehát kezdődött azonban Batávia Ostroma. Mataram szultánsága ugyanis szemet vetett a felhalmozott javakra. 1628. augusztusában egy tízezer fős horda ostromolta meg a várost, melynek nagy részét a főkormányzók kénytelen volt felgyújtani a sikeres visszavonulás érdekében. Ezzel egyidejűleg az anyaföldön már javában zajlottak az előkészületek ahhoz, hogy egy újabb, de nem is akármilyen hajót bocsássanak a vízre. A szintén Batáviára keresztelt hajó 1628. október 28-án indult útnak a hollandiai Tesszelből, azzal a céljal, hogy megrakodják fűszerrel, majd azt visszaszállítsák Hollandiába. Egy hatfős flotta részeként a hajó egyébként 46 méter hosszú volt. Három szintje volt, 24 ágyú tartozott hozzá. Rendkívül díszes volt a külleme, egy faragott oroszlán díszítette az orvitorlát, a hátsó részén pedig holland katonai vezetők faradványai sorakoztak. A legénysége 340 főt tett ki, holott a hajón 300 ember fért volna el kényelmesen. Ebből kb. 100 ember volt katona, a többi matróz vagy tiszt, illetve civilek is voltak a fedélzeten, köztük 22 nő és néhány gyermek. Számos jelentkező akadt az utazásra, és mint már a történelem igazolta többször, ilyenkor rossz múltú vagy a múltjuk, illetve tetteik elől menekülő bűnözők is felkéreckedtek. Ez pedig nem nehezítette meg különösen a kelet-indiai társaság, ugyanis csak két feltételt követelt meg a hajóikra a jelentkezőktől. Az egyik, hogy ne legyenek katolikusok, ugyanis Hollandia, ugye legalábbis a releváns része ebből a szempontból az meggyőződéses protestáns, a második feltétel pedig az volt, hogy írjanak alá egy öt éves szerződést. A várható élettartam egy ilyen hajón három év volt a betegségek és egyéb viszontagságok miatt. Nem csoda, hogy ilyen laza feltételek mellett válogatott söpredék alkotta végül a Batávia legénységét. Tehát Batáviának első állomása történetesen Batávia volt, ami Jáva szigetén, Indonéziában volt egy település. Nem kizárt, hogy éppen azért nevezték el a hajót is Batáviának, mert az első úti céljáról kapta a nevét. A hajó szállítmánya, amely egyébként az ellátmányt is képezte, különböző élelmiszerekből állt. Sajtok, kétszer sült, hering, vaj, szállított zöldségek, több hordó sör és bor, illetve élő állatot is vittek, viszont a telepesek rendeltek bútort, porcelánt, tükröket, szövetet, jégszert. A rakomány olyan súlyos volt végül, hogy téglákkal ellensúlyozták a hajót, amit aztán jávában házépítésre használtak. A főkormányzó egy 137 darabra szerelt homokkő kaput is rendelt, ami a fellegvára bejáratát díszítette volna. Ezen felül kincsek és érmék is a rakomány részét képezték. Soha nem képviselt még semmi ekkora értéket a társaság birtokában, mint ez a hajó és a rakománya. A javainak majdnem az egy ötödét tette ki mindaz, ami a Batávián volt. Mai járon 11 millió dollárnak felelt meg ez az érték, ami történetesen kb. 300 megbízhatatlan civilre lett bízva. Igen, hát többek között uh, láttam is, hogy, hogy volt például szintén uh, egy magasrangú embernek egy kérése, hogy egy teli ládányi, vagy ilyen utazó ládányi uh, ezüstöt még szállítsanak el, és hát ez tényleg majdnem egy ilyen emberméretű ládáról beszélünk, úgyhogy, úgyhogy ezért uh, el lehet képzelni, hogy milyen körülmények uralkodtak, uh, amikor úgy kiderült, hogy miket szállítanak a hajón, és hát persze nyilván megbízhatatlan, emberekről is beszélünk, de ugyanakkor maga az, hogy valaki matróz, az egyébként notóriusan egy ilyen alulfizetett poszt volt, úgyhogy nem kellett feltétlenül megbízhatatlannak lenni. A körülmények azok úgy adták magukat, hogy hogy tényleg, hogyha valakinek a fülébe jut az, hogy hogy azért mi mindent tényleg ékszereken keresztül pénz, meg mi egyebet szállítanak, azért talán még a legmegbízhatóbb embert is ennyi hét hónap után azért eléggé el tud csábítani ez a mennyiségű kincs egy ilyen hajó. Már az északi tengerem megtépázta egy erősebb vihara flottát, melyből végül csak három hajó folytatta az utat. A Batavia, az Assendelf és a Buren. Már egy hónapos késésben voltak, amikor a jó barátság fokánál, amiről tudva levő, hogy Afrika délnyugati csücskénél található, és egy fontos pontja a kontinenseken átívelő tengeri kereskedelemnek, egy újabb viharba keveredtek, ami elszakította a Batáviát a többi hajótól. Így végül egyedül volt kénytelen átjutni az indiai óceán vizeire. Uh -huh. Ekkora azonban már megértek a sajátos hierarchiában rejtőző ellentétek. A főkereskedő posztját Francisco Pelszárt töltötte be. Ő felelt azért, hogy az utazás profitot hozzon. Ő volt a flotta parancsnok, amelyből ugye immáron nem maradt több, csak egy hajó. Nagyapja nevelte fel, aki megtanította arra, hogyan kell a magasabb osztályok tagjaként viselkedni. Tanult számvitelt is, 20 évesen a nagyapja halála után pedig úgy döntött, szerencsét próbál Hollandián kívül, és elvállalt egy asszisztensi pozíciót, ami a legalacsonyabb kereskedői beosztásnak számított a társaságon belül. Csak hogy volt egy kis bibi, katolikus volt. A társaság viszont csak protestánsokat alkalmazott a magasabb pozíciókban. Pelszárt eltitkolta ezt az információt az alkalmazói elől. Szépen haladt a ranglétrán, elhelyezték a mai Indiában, feladatköréhez szíven jó kapcsolatot alakított ki a mogulokkal, beilleszkedett, megtanulta a nyelvüket, majd jelentéseket írt róluk. Tíz évvel később már főkereskedői rangot szerzett. Szerette a tivornyákat, de a nőket még inkább. Egy alkalommal egy helyi nő, miközben úgymond buliztak, meghúzott egy palackot, amiről azt hitte, hogy bor. Csak hogy a folyadék nem bor volt, hanem szegfűszegolaj, amibe a nő bele is halt. Mm. Pelszárt tanács elföldelte a nőt, amiről tudomást szerzett valaki, aki aztán zsarolta ezzel a társaságot, ezzel szép összegre szertvéve. Perszárt bevétele viszont emiatt csökkent, annak ellenére, hogy a munkája szép hasznot hozott a munkáltatói számára, ezért csak hamar nyitottá vált a fusizásra, aztán már a csalás és az uzsorázás is a háttértevékenysége részévé vált. Legtipikusabb tevékenysége az volt, hogy a rábízott árut drágában adta el, mint amennyibe került neki, vagy a társaságnak, a különbözetet pedig a társaság tudta nélkül elrakta. Ez nem volt különösebben nehéz akkoriban, mert ezeket az adatokat a társaság nem ellenőrizte annyira gyakran. Amikor lejárt a szerződése, akkor hát nem hosszabbították meg, utódját pedig a fizetése kétszeresért vették fel, amitől Pelszárt kiborult. Visszahajózott Hollandiába, beszélt a vezető testlettel, akik úgy döntöttek, hogy rábízzák a Batáviát, közben egy levelet is írtak. a Kuhn főkormányzónak, hogy amikor Pelszárt odaér, akkor helyezze el valamilyen magas pozícióba. Most tárgyaljunk ki egy másik karaktert, ő Pelszárt helyettese volt a Batávia útja során, ő Jeronimus Cornelis volt, az alkereskedő. Annak ellenére volt ő Pelszárt helyettese, hogy nem volt tapasztalat ezen a területen, nem kötődött a kelent indiai társasághoz, így egyébként sem tervezett a közeljövőben tengerre szállni. Tanult, jó pedig réjű 30 as férfi volt. Társadalmi rangjában mindenkit lekörözött volna a hajón, kivéve tapasztalban, mert hozzá képest Pelszárt veteránnak minősült. Nem volt evidens, hogy akkor meg mi szüksége van erre a viszontagságos útra. Hát Cornelis történetesen a hajóúttal a régi élete elől menekült. Patikus volt, de az üzletet tönkrement, emellett családi tragédia érte, amikor gyermeke pár héttel a születése után meghalt, és amikor a halál okaként szifiliszt állapítottak meg, akkor Cornelis becsülete is oda lett, hiszen ez azt jelentette, hogy a szülők egyike félrelépett. Valószínűleg egyébként a szoptatós dajkától szerezte meg a betegséget, de a patikájában is ugyanúgy elkaphatott valami ilyesmit. Mm -hmm. Mindenek a tetejébe a Torrentiusként ismert festő Johannes Simons van der Beek követője volt. A művész eretnek nézeteket vallott. Azt, hogy Isten azt várja el, hogy az emberek rövid földi életüket minél jobban kiélvezzék. Kétségbe mondta a pokol létezését is, és azt, hogy a paráznaság bűn lenne. Ezzel eléggé szembe ment a hedonizmust éppen, hogy korlátozó vallása. Nem volt ateista, inkább agnosztikus volt, csak aztán, amikor azzal állt elő, hogy a Biblia egy tündérmese, akkor hát kiróta magára a halálos ítéletet. Először bíróságra, majd kínpadra került, végül Angliába menekült a sorsa elől. Cornelis, mivel nyíltan osztatta Torrentius nézeteit, és véleménye szerint torrentius maga Isten is inspirálta, tudta, hogy ő is bajban van, ahogy Torrentius összes követője is. Nem akart ilyen sorsot magának, inkább bejelentkezett egy távoli hajóútra, ahol egyébként gyógyszerészeti tudása hasznosnak bizonyult. Én ha nekem el kell ezt a csábot képzelnem valahogy, akkor én szerintem ilyen parafazon lehet. Mm. Gondolkodtam is, hogy melyik színészt lehetne hozzá párosítani, mert hát ugye ebből nem készült még sorozat, tehát hogy vagy, vagy film, tehát lövésünk se lehet. Egy időbe terveztek, erre mindjárt visszatérünk. De hát az a baj, hogy az ilyen, ilyen para, legparább színészek kategóriában már csak ilyen 60 felettiek vannak, tehát Christopher Walken, Jack Nicholson, ezek, de például a fiatalok között én Michael C. Holt tökre el tudnám ennek a fazonnak képzelni, ő azt hiszem ugye a Dexter, uh -huh. a sorozatgyilkosos Dexter, nem a laboratóriumos, uh -huh. de például a Robert pattinson ugye a... Twilightos fiút, azt is el tudnám képzelni, mert az egyébként ki tudja hozni magából az ilyen, ilyen pszichót, jó színész az egyébként, csak nagyon rosszul indult. Illetőleg, hogyha egy kicsit idősebbre kellene bekategorizálni, akkor Rufus Szevel, őt én a Dark City-ből ismerem, de a katedrális című könyvnek, vagy filmsorozatnak a kedvelői is ismerhetik, mert ugye a építő Tamás, vagy nem tudom, hogy hívták a karaktert, meg hát a lovagregénybe is ő volt a gonosz, tehát általában gonoszt játszik, mert ilyen setétképű Hát nem tudom, nyilván nekem az első, aki eszembe jutott, de hát már szintén egy picit idősebb az a Steve Bush, ami ő neki még, ha szépen kicsit bemocskolják még extrán, hogy, hogy visszaadja ennek a 17. századnak a hangulatát, akkor szerintem egy jó választás lenne. Picit fiatalabbnál talán a Liam Murphy, most így elsőre nekem ők jutottak eszembe, hogyha tényleg ezt a kicsit talán creepybb vonat kell megfogni. Bill Skarsgård is szerintem egy jó választás lehetne, ő volt a Pennywise az új Az filmekből. Igen. Csak nekem ő még nagyon fiatal, tehát egy, jó, egy 30-as fazon, tehát 32 éves, és hát egy 30-as kellene játszania, de nem tudom, hogy ránézésre én, én ilyen 25-re tippelném, és ahhoz szerintem ez, ez a karakter nem passzol. Mm. És hát haladjunk, rangban kettejük között helyezkedett el a hajós kapitány, azaz a Skipper, ő a 40 valahány éves Arien Jakobson volt, vagy Jakobs, ugye a holland nevek is, ez a Dottir, meg a Szond végződésűek, ha jól értesültem, úgyhogy ezt vegyük figyelembe. Jakobs szintén gyakorlott tengerjáró volt, de Pelszárt már ismerte őt. A hazaútját a Dordrecht nevű hajón tette meg, ahol Jakobs volt a kapitány. Perszárt látta, hogy iszákos, ami egyébként a keleten szolgáló férfiak között nem volt szokatlan jelenség, ezért nem jöttek ki jó egy alkalommal a kapitány annyira berúgott, hogy önmagából kikelve mélységesen megsértette Pelszártot a többi tisztviselő előtt. Másnap a Grape nevű flottaparancsnok az egész legénység előtt nyilvánosan megszégyenítette Jakobszot a viselkedésért. Ettől a ponttól fogva Jakobsz gyűlölte a főkereskedőt. A mély ellentétek megmaradtak a két évvel későbbi Batáviába vezető úton is. Különösen, hogy a társaság vezető testülete Pelszártot nevezte meg a flottaparancsnokának. Mm hát akkor mondjunk ő esetén is színész ötleteket. Nekem az első asszociációma ma Russell Crowe volt, de csak azért, mert az ő nevével fémjelezték volna a, a feldolgozást pár évvel ezelőtt, de aztán végül ebből semmi nem lett, és biztos vagyok benne, hogy a Russell Crowe az executive producer között lett volna ilyenkor, és hogyha tippel nem kéne, én szerintem őt játszotta volna, mert ma inkább hozzá közel ez a fizimiska, nem úgy, mint régen, mert neki volt már ilyen tengeri matrózos filmje, mm -hmm. a Kapitány és Katona, és hát ott ilyen kis jól borotvált kapitány ember volt. Na most ez, ez a Jacobs, ez nem az a karakter. Emlékszem, hogy említette Jared Harris, nekem is nagyjából Jared Harris lenne a választásom, hisz egy jó színész, és, és, belőle ki tudnám nézni, bár hát ő is szerepelt már hajós sorozatban, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy Kicsit hasonló lenne a szerep. Mindenek a konfliktusnak a tetejébe az alacsony osztályon ragadt legénységet élesen elkülönítették az elittől. A legnagyobb kabinban Jakob Szalut, Pelszártat és Korneliszt is igényes, elszeparált részekben szállásolták el, ahogy a magasabb rendű civileket is. A legénység és a többi nációból származó katonai személyzet, akik öt éves szolgálatot teljesítettek volna Kelet-Indiában, viszont összetömörülve ablaktalan termekben aludtak. A tengerészek és a katonák közti éles ellentétek miatt őket is elszeparálták egymástól. A hajón utazott még Lucrécia Jans, vagy Jans Dottr, egy gyönyörű 27 éves nő, aki egy Batáviában élő kereskedő felesége volt, és a ez utazott volna. Sajnos ő is részese volt annak, hogy akaratán kívül elmélyítse az ellentéteket a legénység tagjai közt. Jakobs neheztelt Lucrécia Janszra, aki visszautasította a közeledését, akár csak Cornelisét, aki szintén szemet vetett a nőre. Ekkora már elkezdett kiütközni a legénységen a tengeri depresszió, ami abból adódott, hogy nem igen volt mivel elütni az időt a fedélzeti kötelezettségeken túl. Az egyetlen izgalom az volt, ha viharban hajóztak, de az meg élethalál harcnak bizonyult. Közben a skorbut is beütött. Hát igen, ugye erről beszéltem, hogy nem erre találták ki az embert, hogy ennyi ideig hajón legyen. És gyakorlatilag ezen a ponton még sehol sem tartunk a, 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 az egész utat eltekintve. És hát azért elég veszélyes tud lenni, hogy azért ennyi matróz között, főleg, hogyha. Figyelembe veszük azt, hogy azért a matrózok egy része, hanem nagy része valóban egy eléggé megbízhatatlan rétegből származik, akár adott esetben bűnöző is, és ennyi, hölgy mellett így bezárkózva azért elég erősen ugye beindulnak az indulatok, és hát akár ott van a, a pár, akár nincs ott a pár adott esetben, azért mindenképp, komoly következményekkel járhat az, hogy ennyi hölgy szintén ott van ezekkel a vad férfiakkal, úgyhogy nyilván azért ez is egy elég komoly konfliktus forrás lehet, hogy így a, a hölgyek visszautasítják adott esetben a, a, férfiak közeledését. Amikor kikötöttek Table Bay-nél, ami a mai fokváros partvidéke, Pelszárd bement a városba, hogy a a kereskedjen. Ez a helyszín tipikus állomása volt a keletre tartó hajóknak. Itt töltötték fel a készleteiket, javították meg a hajóban esett hibákat, illetve a betegeket is így gyógyították meg, kb. három hetes tartózkodásuk alatt. Amíg a főkereskedő távol volt, Jakobs bulizni indult. Engedély nélkül hagyta el a batáviát, amikor meglátogatta a többi hajót, de azoktól rendre elhajtották. Amikor Pelszárt visszatért, elolvasta a kapitányok által írt dühös leveleket, amin feldühödött lecseszte Jakobsz, aztán írt egy jelentést a főkormányzónak, ami fegyelmi eljárás kezdeményezésére vonatkozott. Ekkor fogalmazódott meg Jakobsz fejében a hajólázadás gondolata. Az eddig elmondottak miatt, és azért, mert mindenk a tetejébe a hajó rakteret tele volt értékekkel, a legénység között egyre gyakrabban jött szóba az endülés. Az ellentétek végül odáig fajultak, hogy az alkereskedő Cornelis és Jakobs vezetésével az elégedetlenek összeszerveződtek, majd hajólázadást kezdtek szítani. Arra vártak, hogy a Batavia elszigetelődjön a flottától, mert akkor könnyebb kivitelezni a lázadást, ha Pelszárt nem számíthat a többi kapitány segítségére. Mm -hmm. Elkezdtek szövetségeseket gyűjteni, az volt a terv, hogy megszerzik a hajót, aztán kalózkodni kezdenek. Kapora jött, hogy a főkereskedő nagyon keményen lebetegedett. Pelszárt lényegében élet-halál között lebegett, ezért... Jakobs engedett a lendületből, hisz úgy gondolta, Pelszárt halálával az ölükbe fog hullani a hajó. Csak hogy 23 nappal később Pelszárt kilépett a fedélzetre, nem volt, nem volt ereje teljében, de élt. Jakobs és Cornelis maximum 20 lázadót tudott addigra összegyűjteni. Egyik éjszaka egy atrocitás történt Lukrécia Janszal. Moszkos férfiak tették őt, és bár nem erőszakolták meg, de bekenték az arcát és a nemi szervét szurokkal és fekáliával. Az egyikük felkiáltott. Tartsátok a lábát, fiúk! A nő nagyon a bögyében volt egyeseknek, rátartinak vélték, és talán ez is indukálta egy kicsit a támadást. Állítólag valakinek az volt az ötlete, hogy vágják le az arcát, de Jakobs úgy gondolhatta, hogy az túl specifikus, ugyanis egy elmélet szerint az asszonytér támadás is egy olyan terv része volt, amely arra sarkalta volna Pelszártot, hogy az egész legénységet megbüntesse, hiszen nem volt ismerhető a kiléte az elkövetőnek, ezzel pedig tovább tudta volna szítani a feszültséget. Jansz a hangjáról felismerte és megnevezte az egyik támadóját. Perszárt viszont nem büntetett meg senkit. Halogatta a döntést, mert valószínűleg egy kikötőben akarta elintézni az ügyet. De az is lehet, hogy nem merte megbüntetni azt, akire Jansz rá vallott, mert az egy Everts nevű fedélzetmester volt, Jakobs bizalmasa, és félt az általa is érzékelt lázadás eszkalálódásától. Ezen a ponton talán érdemes egy kicsit beszélgetni arról, hogy milyen büntetéseket is szabtak ki, Uh, egy East India Company hajóján, hogyha esetleg zendülés vagy egyéb uh, bűncselekményt követtek el a matrózok, és hát ugye nem hiába volt egy rend fenntartó is ugye a fedélzeten, és hát elég komolyan vették. Uh, uh, én próbáltam megkeresni hogy ebben a korban, tehát így az 1600 és 1650 között konkrétan milyen szabályok és törvények voltak érvényesek a, a hajófedélzetén, de sajnos leginkább a későbbi időszakokra, tehát inkább már így az 1700, talán 1800-as évekről találtam néhány cikket, meg, meg idézetet. De egyébként, hát nyilván egy alapbüntetésnek számított, ilyen kisebb jellegű bűnökért, például a korbácsolás, mondjuk káromkodásért, vagy ha esetleg ittas állapotba kerültél, vagy a fedélzeten vizeltél, ami hát nyilván nem feltétlenül egy, egy komoly bűncselekmény, de hát azért magát a, a fedélzetnek a minőségét, meg úgy a hajónak a hangulatát eléggé tudja bomlasztani, úgyhogy gondolom már ezért is szabtak ki rá büntetéseket ha pedig egy verekedés alakult ki, ami hát azért valljuk be megint csak így összezárt férfiak között, néhány hét után azért nézeteltérések simán kialakulhatnak, és gyakran előfordulhat, de ha előfordulna verekedés, ahol vér folyt, akkor a VOC szabálykönyv 91. cikke szerint a támadónak a gyengébbik karját a háta mögé kötötték, a másikat pedig az árbóchoz szögelték, és egészen addig ott maradt, amíg saját magát le nem tépte gyakorlatilag az árbócról. Hát nyilván ez már ugye kicsit elrettentőbb kategóriába tartozik szerintem, mert hát elég komoly, hát nem is tudom, akarat elő kell ahhoz, hogy, hogy megpróbáld a saját karodat, kezedet letépni, úgy, hogy oda van szögelve az árbóchoz. És hát igen, volt halálbüntetés is. Például abban az esetben, hogyha a kapitány parancsát megtagadtad, vagy megölted matróztársadat, vagy bárki mást, szodómia, illetve zendülés Kezdeményezéséért is. Na hát ugye a zendülés az úgy önmagában egy érdekes kérdés, hisz ugye, hogyha nincs legénység, akkor ki lesz, aki elir elirányítja majd a hajót. Úgyhogy nyilván azért ennek is voltak különböző fokai. Egy kisebb zendülésért például 200 ostort csapás járt, de volt azért egy komolyabb büntetés is amikor az endülőknek a kezeit megkötözték a háta mögött egy hosszú kötéllel, a másik végét pedig a vitorlarúd végéhez kötötték föl, és ami nagyjából egy ilyen 50-60 láb, az egy ilyen 15-18 méter magasságban lehetett, majd lelögték ugye a vádlottat, és hát ez elég csúnyán kirántotta, kificamította a vállait, és ezt megismételték háromszor és a legdurvább, amit én így láttam így a példák közül, az az úgynevezett kill holding volt, az az, hát magyar megfelelően a gerinc húzást találtam. Ez azt jelentette, hogy megkötözték a, az embernek a kezeit és lábait egy kötéllel, amit gyakorlatilag körbevezettek a hajó körül és a hajó alatt, bedobták az embert a vízbe, és ezáltal a kötél által körbehúzták a hajó alatt, és ezt megismételték adott esetben háromszor. Egyébként érdekes, ez a három hármas szám. Tudni élik azért a matrózok, azok többnyire nagyon babonás emberek voltak, hát azért rengeteg ugye ilyen tengeri, meg óceáni, meg vízi mítosz létezik ugye a különböző időkből, korszakokból, és hát azért a matrózok, de még hát sok esetben tényleg a kapitányok is elég durván hittek ebben. Az egyetlen, amit én így a mindennapjaimból ismerek, az ugye például gyertyát ne gyújtsunk meg másik gyertjának a lángjával, meg se cigarettát, meg semmi ilyesmit, mert ez ugye egy matróz halálát jelenti, és rengeteg ilyen, ilyen hiedelmük volt a fedélzeten, és hát igen, ezeket a büntetéseket is háromszor vitték véghez általában. A kill kapcsolatban én is élnék egy kiegészítéssel. Valóban ez a, a, nem gondolná az ember, de ez tényleg a legbrutálisabb módszer volt, és általában a halállal is járt, tehát a, a, akire kimérték, az jellemző ember a halt. Nem is abban, aminek szánták, tehát a, többnyire, többnyire megfulladtak ezek az emberek, mert abban a korban m nem is tudom, hét emberből talán egy, egy vagy két ember tudott úszni mm -hmm. egyáltalán, tehát nem volt tendenciózus, hogy tudjanak az emberek úszni illetőleg egyébként abszolút a kiszámíthatatlan, hogy mennyi időt töltöttek a víz alatt, amíg sikerült áthúzni a hajó alatt, mert hogy ennek az lenne a funkciója, hogy a, a hajónak a, a, a testére, ami ráragadt ez az úgynevezett barnacle, az angol így hívja, de ezek igazából ilyen kajdlók, vagy nem, nem tudom, erre van-e jobb kifejezés, de, de ilyen rendkívül éles, törékeny, és, és ilyen, ilyen nagy, nagy szerűen a hajótestre teleped tengeri élővilág. Na most, ha csak hozzányúlsz egy ilyenhez, akkor is ömlik a vér abból a sebből, amit ez képez. Most el lehet képzelni azt, hogy mi történik, hogyha gyakorlatilag keresztül húznak egy, egy ilyen felületen téged. Mm -hmm. A legjobb feldolgozás, amit el is helyezünk a show az a Fekete Vitorlák című sorozatban látható. Ez a sorozat, ez lényegében a a Kincses Sziget nevű sztorinak az előzményét jelenti, de egy kicsit azért grittip, kicsit sötétebb, kicsit olyan, olyan, olyan mocskosabb, egy jó tényleg nagyon jól meg van csinálva egy ilyen, egy ilyen kalózos ö, 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 sztori, egy kalózos sorozat, hát másért nem akar az intrójáért érdemes megnézni, mert az valami elképesztően jó és, és ennek az egyik jelenetében megmutatják, hogy hát mi, mi történik lényegében a, a kill során, és brutálisan elbánik az emberrel. De mondom, mire, mire eljutott oda a, a, az, akit ezzel lényegében kivégeztek, hogy a harmadik húzás után kihúzzák a vízből, addigra már vagy nem ért, nem élt, vagy brutálisan nézett ki a, a teste, mert össze-vissza ezek a, ezek a kajdlók. Igen, és hát az az érdekes, hát nyilván ugye attól függően, hogy milyen hangulat uralkodik a, a felhelyezeten, és hogy az adott ember, a, aki gyakorlatilag erre ítéltek, az ténylegesen mit csinált. Ö, ö, nagyon durva, és, és többnyire annyira durva. Tehát gondoljunk csak bele abba, hogy, hogy kikötöznek téged, bedobnak a vízbe úgy, hogy nem tudsz úszni, teljesen bepánikolsz, és hát gondoljunk bele, hogy azért itt ugye 46 méter hosszú hajóról beszélünk, amihez azért egy, egy jó nagy szélesség is kell, hogy ne boruljon föl, tehát azért itt tényleg hát most így hirtelen elképzelésem sincs, de egy 15-20 méter biztos, hogy lehet, amikor csak a hajónak a közepénél járunk, akkor mennyire belehetünk pánikolva, hogy nem látunk semmit, a sós víz belemegy a sebeinkbe, meg, meg tehát megfulladunk és általában nem is hajtották végre, tehát nem húzták végig háromszor, mert ugye eredetileg nem az volt a célja, hogy belehajjon az érintett, hanem inkább ez volt gyakorlatilag a legkomolyabb büntetés, amit kiszabhattak, és ez nyilván egy elég nagy elrettentő példaként szolgált, hogyha valaki ezt megkapta, de mint mondottam, nem az volt a lényeg, hogy meg az illető, úgyhogy, úgyhogy nyilván arra gondolom nagyon rá kellett szolgálni, hogy valakit háromszor végig húzzanak. Folytatva a történetet a Lucrécia Jansz ellen elkövetett cselekmények megrovására vagy megbüntetésére, illetve a hajólázadásra végül nem kerületett sor, ugyanis a Batávia napokkal később, 1629. június 4-én, az éjszakai órákban zátonyra futott. Kiderült, hogy amit a holdfény tükröződésének véltek, elsősorban a fedélzetmester, az valójában a kitöremkedő sziklákon megtörő hullámok habjai volt. Eleinte még könnyedén vették ezt a fejleményt, hogy hát zátonyra futott a Batávia, azonban a hajnal fényének beköszöntével kiderült, hogy egyáltalán nem egy kisméretű sziklának ütköztek, hanem egy nagy kiterjedési sziklának, ami ráadásul a vízszint magasságában volt. Így mindaz az igyekezet, amit az éjszaka során elvégeztek annak érdekében, hogy kimozdítsák a hajót a zátonyról, hiába valónak bizonyult. Próbálkoztak az ágyuk kilökésével is, sőt a horgonytrükköt is bejátszották, ami azt jelentette, hogy egy csónakkal jóval messzebb viszik a horgonyt, és ott eresztik le, hogy ezzel is mozdulásra bírják a hajót, de annyira rossz helyzetben voltak, hogy felesleges volt minden, minden igyekezet. Volt még bizodalmuk abban, hogyha valahogy leszedik onnan a szikláról, aztán megjavítják a hajót, akkor el tudják még érni a céljukat, csak hogy a árbóc a tengeri hullámzástól kvázi egy cölöpverő működött, ami apránként darabokra ütlegelte a hajótestet. Ilyenkor az volt az eljárása a hajókon, hogy ki kell vágni ilyenkor azt a az árbócot, ami ugyan megnehezíti a továbbhaladást, de megőrzi a hajó testének az épségét. Tradicionálisan ilyenkor a kapitány méri az első, első csapást a fő árbócra, amelyet követően 15 percig fűrészelték, de az ormótlan cöflöp végül a legrosszabb módon dölt ki. Nem oldalra, hanem függőlegesen esett, letarolva mindent, ami az útjába került. Hát azért e, e, így belegondoltam abba, hogy az akkori eszközökkel, meg, meg minden egyébben azért ez milyen komoly erőfeszítés lehetett, hogy, és mennyire durva csapatmunkára volt szükség azért egy ilyen hajónak a, a kiszabadításához, és hát gondoljunk csak abban, hogy megint ugye milyen emberekről beszélünk, hát többnyire ugye nem összeszokott, adott esetben frissen felvett matrózokról van szó, akinek hát megkérdőjelezhető, hogy mennyi tapasztalata van egyáltalán a hajókon. Most nyilván alapfeladatokat nem biztos, hogy olyan nehéz ellátni, de azért amikor így beszorul, vagy, vagy gyakorlatilag zátonyra fut egy, egy ekkora hajó, ráadásul ennyi rakományjal, Hát tényleg csak gondoljunk már bele abba, hogy téglákkal pakolták teli a hajót, hogy nehogy felboruljon, tehát hogy, hogy mennyi, hány tonna lehet ott, amit meg kell mozdítani, és hát tényleg érdekes, hogy, hogy mennyire hogy mennyire találó ö, módszereket alkalmaznak, hogy tényleg megpróbálják a, a vasmacska segítségével kiszabadítani, meg hogy tényleg itt-ott pakolászni a súlyokat, hogy, hogy kiszabaduljon. De hát nyilván egy elég. Ö, ö, rossz helyzetbe kerültek, és ugye hát el, elkalkulálták, hogy, hogy azt hitték, hogy, hogy az árapály az, az, pont nekik kedvez, és hogy akkor innentől már csak jobb lesz, de hát ugye mind kiderült, nem. Úgyhogy azért ez, ez, durva, durva lehetett, hogy mennyi munkát igényelne, hogy ezt a hajót innen szabadítsák. Pelszárt a következő kép rögzítette ezt az eseményt a napló bejegyzésében, vagy a hajónaplóban. Június 4-e hétfő reggel van pünkös második napja, és a telihol tisztán látható két órával pirkadat előtt. Arián Jacobs kapitány van őrségben. Az ágyamban feküdtem betegen, amikor is hirtelen egy erős, borzalmas mozdulást éreztem a hajó kormánylapátjának beverődését. Majd a hajó köveknek ütközvén megállt, és én kiestem az ágyamból. Felszaladtam a fedélzetre, és láttam, hogy a vitorlák fel voltak húzva. A szél délnyugat felől fújt, az éjszakai út iránya észak-észak-kelet volt. A hajó körül enyhe hullámtörés volt. Azt mondtam a kapitánynak, hogy milyen meggondolatlan figyelmetlenséget követett el, melyel zátonyra futtatta hajónkat. Mindennek a ként végül is megszületett a végső döntés, el kell hagyni a Batáviát. Tehát érezhető, hogy egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetbe került a Batavia legénysége. Egyrészt, hát ez még nem derül ki, de ilyenkor még fogalmuk sincs, hogy hol vannak, tehát nem tudják behatárolni. Ugye a, a kor technológiája sem volt teljesen alkalmas arra, hogy hogy elhelyezze az embert a, a, a föltekén, de de alapvetően ugye a csillagzat alapján kellett volna tudniuk megállapítani, hogy hol lehettek, de, de mint kiderült a, a, problémát, az is okozta, hogy, hogy teljesen máshol voltak, mint ahová lokalizálták magukat, de ez elsősorban Jakobsnak volt a hibája, tehát azt már lehet érezni, hogy itt van egyrészt, vannak egyrészt, nagyon kemény surlódások a legénységnek a vezetői között, de ugye a, a magának a legénységnek az alacsonyabb osztályán lévő emberek közötti ellentétek sem elhanyagolhatók, és ez mind az alapja lesz egy nagyon-nagyon nagy duranásnak, és hát azért kilátásba helyezném, hogy mégiscsak egy, egy, egy ismeretlen helyen, viszontagságos körülmények között hatalmas kincsek birtokában kénytelnek elhagyni egy, 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 egy teljesen új építésű hajót, ami hat, amihez hatalmas reménységet fűztek, a, kapitánynak és a fedélzetmesternek a felelősségre vonása az már szinte nem kérdés, tehát egy ilyenért biztos, hogy, hogy nagyon súlyosan megbüntetik az embert, hogy benéz, benéz egy korazátonyt, vagy egy, egy, egy szírtet, vagy hogy mondjam, hogy azt, azt mondja, hogy hát ez a hol, holdfény holott nem, hanem a habok, amik megtörnek a, az és hát gyakorlatilag teljesen átalakul a, a legénységnek a természete. Tehát, hogy ilyenkor nagyon sokan gondolhatták azt, hogy hát akkor most vége van a tengeri állapotoknak, vagy hogy mondjam, most ki kell valahol kötni. Nyilván itt vannak szigetcsoportok, tehát ez, ez lesz a következő stációja egyébként ennek a feldolgozásnak, hogy, hogy el kell jutni a legközelebbi szárazföldig, ahol vagy van víz, vagy nincs, vagy van élő virág, van nincs, vagy nincs, ki kell menekíteni a hajóból azt, amit lehet, és akiket lehet de természetesen, hogyha a kelet-indiai társaság szemével nézzük, akkor az ember az teljesen másodlagos, először a javakat kell kimenekíteni, és hát mondom, te lényegében fel, felborulnak a szabályok, felborulnak a hierarikus viszonyok, meg kell oldani ezt a problémát, és hát ebben is rejlik végső soron az, ami, ami, ami nagyon komoly következményekkel fog járni, elsősorban a legénységre nézve. És hát csak gondoljunk bele abba, hogy ugye korábban említettük, hogy október 28-án startolt el a hajó erre a szép hosszú útra, és ezen a ponton írunk júniust. Úgyhogy azért ennyi idő elteltével, még akkor is, hogyha egyébként nem lett volna híre, hamva nyoma annak, hogy itt valaki zendülni szeretne, hanem tényleg makulátlan körülmények között telt volna az eddigi út is, én, én simán el tudom képzelni, hogy az, hogy, hogy ilyen szinten zátonyra fut a hajó, ráadásul azt sem tudják pontosan, hogy hol vannak, szerintem ez egy önmagában megpróbáltató lenne. De hát emellett ugye érdekes, hogy hiába vannak azért komoly törvények megszabva, hogy milyen rendnek kell uralkodnia a hajón, azért szerintem mindenki aki érintett ezen a fedélzeten, az, az, hibás lehet valamilyen szinten. Még maga akár a rendfenntartó is, a kapitány is, meg mindenki is, hisz, hisz, azért, aki tud arról, hogy mit visztek a hajón, az adott esetben azért korumpálható, aki pedig nem, hanem csak gyanakszik arra, hogy mi minden szállíthatnak a hajón, az meg nyilván neki meg azért fordulhat meg a fejében, hogy na jó, hát akkor itt most ebből jól meg kell magunkat, Um, és hát igen, ezért mondom, hogy azért a sötét középkor még itt is átnyúl, hisz uh, azt szerintem rengeteg embernek még, még úgy élt a mindennapjait, hogy, hogy napról napra, és csak, és csak, saját magára gondolt, hogy, hogy, tud, uh, hogy tudja magát minél jobban megszedni. Uh, és hát nyilván, amikor néhány matróztársától hasonló gondolatokat uh, hall, akkor igen, persze felmerül a zendülésnek a gondolata, de hát uh, gondoljuk abba bele, hogy oké, okay, hát akkor sikerül átvenni a hajó fölött az uralmat, de akkor az a úgymond rend és az a legénység, ami azután kialakul, akkor az is mennyire tud stabil lenni, és mennyire tudnak egymásban megbízni. Tehát uh, mindenképp egy lose-lose egy situation szerintem az, hogyha ilyen és ennyi mértékű konfliktus alakul ki egy, egy hajó úton, mert egy ponton túl szerintem már senki nem tud senkiben megbízni. Akit egy kicsit jobban érdekel ez a téma, annak ajánljuk a Defract History című csatornának a négy részes sorozatát a Batáviáról. Én magyar nyelven nem nagyon találtam például könyveket, sem nagyon tartalmakat. A legjobb egyébként, amit olvastam magyarul, ez a Tereszes cikk, amiről beszéltem, de ez a, ez a Diffract History-nak az első két része foglalkozik azzal, amit mi ebben az epizódban elbeszéltünk. Ez nagyon alapos, nagyon tényközpontú forráshivatkozásokkal megtámogatott feldolgozás. Én ezeket szeretem igazából, és enélkül egyébként nem tudtunk volna mi sem sok jót adni nektek, vagy sok hasznos információt Információt, de ennek köszöntően tudjuk is ezt a részt, vagy ezt a témát két részre szedni, mely két résznek az első részének a vége az most érhető tetten. Úgyhogy mi ezen a ponton lezárjuk ezt, a, ezt az epizódot és meghagyjuk a fantáziátoknak azt, hogy, hogy mi várható a következő részben, amikor is ez a rendkívül szedetvedett bonda civilek és nők és gyerekek és katonák, matrózok és a vezetőségben hát eléggé megkérdőjelezhető hozzáállású férfiak, ezek kikötnek egy szigeten, és gyakorlatilag el kell fogadniuk, hogy lehet, hogy nem lesz már holnap. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Batávia hajótöréséről szóló sorozatunk első része. Maradjatok velünk, várunk titeket a Szürke kiveszélő nevű telegram csoportban, ahol hashtag Batávia alatt meg tudjuk beszélni az ezzel a témával kapcsolatos elképzeléseinket, véleményeinket. Várunk titeket itt szeretettel, kövessetek be minket Instagramon, és természetesen ott van a Patreonon támogatás lehetősége is. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna Podcast. Sziasztok! Sziasztok.